16. század utolsó harmadában a három része szakadt magyar királyság területén a nyugalmat elvileg az 1568-ban megkötött drinápoi béke szavatolta. Bár az oszmán-török hódítások iránya emiatt megváltozott, és a szultán figyelme a perzsa területek és a földközi tenger felé fordult, ez nem jelentette azt, hogy a magyar végvárvonalon is beköszöntött a béke. A határon állomásozó magyar és török csapatok újra és újra betörtek a szomszédos területekre, adót szedtek, rabokat ejtettek és csatákat vívtak egymással. Magyarország keleti részén az erdélyi fejedelemség jogilag csak egy éve létezett, amikor első uralkodója, a 30 éves szapolyai János Zsigmond 1571-ben elhúnyt, örököst pedig nem hagyott maga után. A Habsburgokkal kötött Speyer-i Egyezmény értelmében ez azt jelentette, hogy a fejedelemségnek és a magyar királyságnak a Habsburgok vezetése alatt egyesülnie kellett volna. Azonban az Erdélyi Országgyűlés, fétve az önállóság elvesztését, inkább megválasztotta az egyik leggazdagabb és legtekintélyesebb kelet-magyarországi nagybirtokost, bátor István Fejedelemnek. Bátorinak a diplomáciai ügyességét, katonai erényeit és határozottságát is bizonyítania kellett, mert az ellenérdekelt erdélyi főurak a haszburgok támogatásával lázadást szítottak ellene. A felkelést a korban megszokott erőszakos módszerekkel leverte, és a vezetőkkel példát hogy a további pártoskodásnak elejét vegye. Bátor István a belső nyugalom biztosítását követően hozzálátott a fejedelemség zilált anyagi helyzetének rendbetételéhez. Feltehetően erélyessége és a későbbi céltudatos lépései hívták fel magukra az erdélyi fejedelemséget északról határoló Lengyelország és Litvánia nemeseinek a figyelmét, akik a jagálló család kihalása után alkalmas királyt kerestek az országok élére. A lengyel nemesek úgy gondolták, hogy a török támogatást élvező erdélyi fejedelem sikerrel védheti meg az országukat a nyugatról fenyegető havzúrú és a keleti orosz hódítási szándékkal szemben. Mivel 1575-ben bátor István elfogadta a lengyel trónt, a fejedelemség élére helytartóként kinevezte az idősebb testvérét, majd annak halála után az unokaöcsét zsigmondot. Eközben a Magyar Királyság belpolitikai helyzetét a Habsburg uralkodó és a magyar rendek közötti feszültség növekedése jellemezte. Ennek egyik oka, hogy 1576-tól 1608-ig az a Habsburg Rudolf uralkodott magyar királyként, akit a birodalma, azon belül Magyarország mindennapi politikai ügyei egyáltalán nem érdekelték. A magyar rendek kezdettél fogva sérelmezték például, hogy fontosabb ügyekben csak Rudolf öcsével tárgyalhatnak, valamint azt is, hogy a király idegen hatóságok és tanácsadók útján kormányozza az országot. Az abszolút királyi hatalom és a rendek összecsapásainak a fő szintere a Magyarország gyűlés lett, amelyet a hadiadó és a katonaállítás megszavazása miatt rendszeresen össze kellett ugyan hívni, de a rendek által megfogalmazott panaszokkal, sérelmekkel és kívánságokkal nem sokat törődtek. Bár a török és magyar határvillongások, zsákmány szerzőportják megszokott jelenségnek számítottak, és a nyugalmat békeszerződés szavatolta, 1591-ben a horvát területen zajló helyi csatározásokból nemzetközi méretű háború bontakozott ki, amely 15 éven át tartott. Ennek a váltakozó sikerű küzdelemnek az egyik nem várt fordulópontja az volt, amikor 1593-ban az oszmán-török hódítás történetében első alkalommal egy keresztény hadsereg védekezésből támadásba átmenve jelentős területeket tudott visszafoglalni. A hadi eseményekről érkező kedvező hírek és a pápa által erősen támogatott török ellenes szövetség szerveződése miatt Bátori Zsigmond erdei fejedelem és az ő tanácsaival segítő nagybátyja, a Bécsben és Prágában nevelkedő, ezért Habsburgokhoz fű Bocskai István váradi főkapitány úgy érezhette, elérkezett az idő a törökök kiűzésére. Az elképzelés megosztotta az erdélyi nemeseket, az óvatosságra intő török barát párt tagjaival szemben pedig erősödött a bizalmatlanság. Az elszalasztott lehetőség miatt kialakuló aggodalmak és az árulás veszélye miatt a fejedelem ellentmondást nem tűrően leszámolt a kétkedőkkel, ami azt jelentette, hogy még a saját unokatestvérét is kivégeztette. Ezt követően Erdély Szövetséget kötött a román fejedelmekkel, valamint a Habsburgokkal, létrejött a török ellenes szövetség. Az összefogás 1595-ben látványos eredményeket ért el, visszafoglaltak számos várat, köztük Esztergomot, Visegrádot, Lippát és Aradot majd a havasalföldi gyurgyavónál Bocskai István vezetésével a háború legnagyobb győzelmét aratták az oszmán törökök felett. A kezdeti sikerek dacára a katonai helyzet azonban már a következő évben jelentősen megváltozott. 30 év után először újra a szultán személyes vezetésével indult hadjárat Magyarország ellen, és az akadálytalanul felvonuló hatalmas török sereggel az egri vár ezúttal nem tudott dacolni. A szabad elvonulás fejében a védők megadták magukat. A császári és erdélyi hadsereg ezután mezőkeresztesnél kísérelte meg a szultán feltartóztatását, de egy háromnapos véres csatát követően alul maradtak. Az ütközet a keresztény sereg sikerével kezdődött, de a törökök megfutamítása után, már nem először elkövetve ezt a fegyelmezetlenséget a török elleni csaták során, a katonák fosztogatni kezdtek, és ezzel időt adtak a törököknek a soraik rendezésére és az ellentámadásra. A keresztény kudarc ellenére a következő években az erőviszonyok kiegyenlítődtek. A Habsburg monarchia az erdélyi fejdelemséggel szövetkezde sem tudta kiúzni a törököt, és az oszmán birodalom sem bírta elfoglalni Magyarországot. A kudarc és az elhúzódó háború következtében Erdélyben különösen súlyos helyzet alakult ki, mert a józánságát egyre inkább elveszítő bátori Zsigmond fejedelem a hatalmáról többször lemondott és elhagyta Erdét, majd mégis visszatért. A fejedelemség belviszályok és külső támadások szinterévé vált, ahol királyi megbízásból német zsoldosok és magyar hajduk, a havasalföldi vajda seregei, valamint a zavaros helyzetet kihasználó tatár és török rabló csapatok egyaránt pusztítottak. Bátori Zsigmond végleg elhagyta Erdélyt, bocska István pedig az anarchikus állapotok miatt inkább a bihari családi birtokaira vonult vissza. A 15 éves háború költségei és a veszteségek egyáltalán nem álltak arányban az eredményekkel, ezért a kiürült magyar államkincstár feltöltése miatt első Rudolf jóváhagyásával a magyar főúrak ellen felségsértési pereket indítottak. A rendszerint fej és jószágvesztéssel járó elmarasztaló ítéletek nagy felháborodást és Habsburg hangulatot keltettek. Ezt az igazságtalanságot tetézték még a hithurómai katolikus neveltetési Rudolf erre reformációs törekvései is. A parancsára például katonai erővel vették el az evangélikusok legnagyobb templomát, a Kassai Dómot, és akadályozták a protestáns istentiszteletek megtartását. Sőt, Rudolf a nyílt törvénytelenségtől sem riadt vissza. 1604-ben a rendi országgyűlésben elfogadott törvénycikkeket önkényesen kiegészítette. Az új részben megerősítette a korábbi protestáns ellenes intézkedéseket, és kimondta, hogy vallási kérdésekkel az országgyűlés ezentúl már nem foglalkozhat. Erdély feldúlása, az igazságtalan perek és az erőszakos ellenreformáció indította arra a református Bocskai Istvánt, hogy feladja a barátpolitikáját. barát politikáját. Mivel saját családi birtokait és személyét is támadás érte, választás elé kényszerült. Vagy elmenekül, vagy összefogva az elégedetlenkedőket, elszánja magát az önvédelemre. Az utóbbi mellett döntött, és ezzel elindította az első Habsburg-ellenes rendi felkelést Magyarországon a protestáns nemesekre, végvári katonákra, a városi polgárokra és rosszul fizetett, a császáriaktól mellé pártoló hajdukra is támaszkodhatott, akikkel 1604-ben néhány hónap alatt Erdélyt és Felső Magyarországot is ellenőrzése alá vonta. A felkelők sikerei olyan meggyőzők, és a hazurgokkal szembeni ellenérzések olyan nagyok voltak, hogy Bocskai Istvánt nem csak az erdélyi, hanem a magyarországi rendek is fejedelmükké választották a központjáú városát kiválasztó bocskaiban felismerült Erdély és a Magyar Királyság Egyesítése, amit török támogatással képzelt el. Koronát kért és kapott is a szultántól, de végül azt mégsem fogadta el. Bocskainak rá kellett jönnie arra, hogy a szultán bár szívesen segíti a Habsburgok elleni harcában, de közben a hódoltság határainak kiterjesztésére törekszik, például a helyzetet kihasználva elfoglalta ezt Sőt, a bocskai által elfoglalt korábban török kézen lévő magyar erősségek átadását is kéri. Ez a bizonytalanság, a Dunántúlon ellentámadásban lendülő császáriak és a felkelők táborában támadt ellenségeskedés az abolátlan hajduk és a magyar földbirtokosok között megegyezése sarkalta bocskait, aki 1606-ban Bécsben előnyös békét kötött a Habsburgokkal. A békeegyezményben végleg elismerték az erdélyi fejedelemség különállását, és a német zsoldosok pusztításáért kárpótlásul három magyar vármenyét hozzácsatoltak. A protestáns vallásokat visszahelyezték eredeti jogaikba, és az elvett templomokat is visszaszolgáltatták. Bocskai fejedelemként az őt támogató hajduk közül tízezret kollektív nemességgel ruházott fel, és letelepítette őket saját szabolcsi és bihari birtokain, aminek érvényességét az egyezmény megerősítette mindezeken túlmenően a bécsi békében a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy törekedni fognak a nagy pusztításokkal járó török háború befejezésére is. Ez alapján Bocskai közvetítésével 1606. novemberében a Zsitva folyó torkolatánál a Habsburgok és a törökök 20 évre szóló békét kötöttek, amelynek alapját az aktuális állapotok, vagyis a státuszkó szolgáltatta megtiltották új várak építését, és a felek kölcsönös ígéretet tettek a portyázások betörések beszüntetésére. Bocskai nem sokáig élvezhette a kivívott eredményeket, mert 1606. decemberében meghalt. Politikai végrendeletében a Magyar Királyság és Erdély Egyesítésének távlati célját fogalmazta meg, de ezt csak akkor tartotta megvalósításra érdemesnek, ha magyar származású uralkodó alatt történik hogy az ország szétszakítottságának állapotában az erdői fejdelemség létét és önállóságát szükségszerűnek látta, mert az a magyar rendi érdekek védelmét is ellátja. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára. Ha támogatásoddal segíted a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!